Hivatalosan is átadták a Tolnai játszóházat, és ezzel az egykori laktanya lóistálója is új értelmet nyert. Aki ide belép, biztosan nem hinné, hogy ezen a helyen lovakat tartottak, és azt is csak nehezen, hogy a Vörös Hadsereg ki tudja, mire használta az épületet. A Persze Felegnes polgármester azt mondta, még nincsen döntés arról, ki és milyen szabályok mentén üzemelteti majd a létesítményt. A játszóház felújítása az Európai Unió és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával nyerte el jelenlegi formáját. Mindösszesen ennek a létesítménynek a megújítása, illetve az összes járulékos költség kb. 400 millió forintba került. Ma egy szakasz zárult csak le az átadása, de a vírusveszély miatt egyelőre nem nyithatja meg kapuit a játszóház. Ennek ellenére a jövőt tekintve Apelszofer Ágnes a város egyik marketing elemeként tekint az intézményre. Ez a volt laktanyai létesítmény, vagy épület együttes egy olyan központi eleme a városnak, ahol nagyon sok funkció van, tehát akár a sport, akár a közművelődés, akár a gimnázium, akár az idősek otthonára gondolok, vagy a szállodára, ami ugyan nem önkormányzati, de azért itt van az is a szomszédban. Tehát ez is egy olyan vonzó eleme a városnak, ahol esetleg idegen forgalom szempontból is minél többen fognak látogatni.